Katona Nóra köszöntötte dallal július 13-án az Ifjúsági Házban Fórián Sándornét, munkásságának 4. évfordulója alkalmából rendezett a 4 évszak című kiállítás megnyitó ünnepségén. Fórián Sándorné néhány hete fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy szeretné a képeit kiállítani az Ifjúsági Házban. 2 évvel ezelőtt egyébként volt már nálunk egy kiállítása, viszont azóta összegyűlt annyi új képe, hogy egy újabb tárlat nyílhatott belőle. Örömmel fogadtuk a felkérését és segítettünk a megszervezésében. A mai megnyitó 17:30 kezdődik, és a jelenlévők között egy csodálatos festmény fog kisorsolásra kerülni, melyet a festőművész ajánlott fel a saját munkáiból. Az érdeklődők a képeket augusztus 24-ig tekinthetik meg az Ifjúsági Házban. 4 éve foglalkozik a festészettel Fórián Sándorné Vilma, 1 éve pedig már a püspökludányi képzőművészeti kör tagja. A kör vezetőinek biztatására szervezte meg 2. önálló kiállítását. Ez a 4. éve, hogy festek. Most 2 éve volt ugye az első kiállításom, ez meg most a 2. hogy újra mondták, hogy mutassam be, meg Imre is, ugye a szakkorvezetőm, hogy hallod azt, hogy neked rengeteg képjeid, ezt meg kell mutatni. Mert ő is látta, hogy miket csinálok, miket dolgozunk, mert ugye meg szoktuk mutatni, hogy mégis mit szól hozzá, mert ha esetleg hiba van benne, akkor korrigáljuk. És ő valóban sokat segített nekem, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, vagy hogyan csináljam. És örülök is neki, hogy a csapatban vagyok. A megnyitón Lackó Szilágyi Imre, a képzőművészeti kör szakmai vezetője megosztotta néhány gondolatát az alkotó munkásságával kapcsolatban. Elmondása szerint a művészet egyik legfontosabb eleme az, hogy mindenki ugyanazt látja maga körül, azonban a művészek a látottakat saját szemszögükből is meg tudják mutatni másoknak. Gyakorlatilag én nem nagyon akarom bemutatni a kedves hölgyet, ismeri mindenki, legalábbis úgy gondolom, és én a kiállításról, meg a képekről szeretnék néhány szót mondani, ami hirtelen eszembe jut. Gyakorlatilag mindenki ugyanazt látja az utcán, a környezetében, és mégsem ugyanazt látja. Tehát mindenki mást vesz észre a környezetéből, és vannak köztünk olyanok, akik ezt a környezetet még le is tudják képezni egy kis papírra, festékkel, ceruzával, és megmutatják nekünk, hogy ő hogy látja. És ez a borzasztó jó, pozitív nevelő hatása ezeknek a kiállításoknak, meg különösen
egy olyan embernek, aki közülünk való, akit ismerünk, naponta látjuk, nem ez a foglalkozása, nem ez volt a foglalkozása, hanem gyakorlatilag nyugdíjas kora után kezdett el komolyabban foglalkozni, mert valamit el akar mondani a nekünk, a másiknak arról, amit lát. Hiába nézem én nem azt látom, amit ő lát, ő egészen más. A kiállításon körülbelül 40 kép látható, melyek főként a természetet ábrázolják. A tálat a négy évszak nevet viseli, hiszen Fórián Sándorné, a zúzmarás tél, a virágzó tavasz, a zöldellő nyár és a sárguló ősz képeit is vászonra vetette már. Én nagyon szeretem a természetet, tudnélik, és azt hiszem, hogy képek önmagáért beszélnek, mindegyik a természetről szól. Én legtöbbet, ha tehetem, kint vagyok a természetben, és amit látok, megcsodálom, ezt le kellene festeni. És akkor, mikor van rá időm, természetesen, akkor nekiesek, és próbálkozom vele, hogy az jöjjön le, amit láttam. Többé-kevésbé ugye sikeres is, van mikor nem, de addig kínozom, míg olyan nem lesz, amilyen szeretnék. Miért éppen a négy évszak címet viseli a kiállítás? Azért, mert benne van ugye a tél, ami a hidegről szól, és nagyon gyönyörű ugyanakkor. Én nagyon szeretem, én csodálója vagyok a télnek, és imádom. Csak ugye én a másik részét is éreztem ennek a hidegnek, de ugyanakkor meg csodálatos, szép. Hideg, borzongató, meg minden, de ugyanakkor, ha az ember megnézi, kint áll, és megáll egy pillanatra, mikor zúzmarás a fák, és akkor az a gyönyörű hó, a nap süt, hát eszméletlen, nagyon szép. És ezt az ember próbálja visszaadni, hogy az más is lássa, amit én érzek legalábbis. Aztán ugyanúgy van a tavasszal. Ugye tavasszal a rengeteg virág, a természet, a zöld, hát eszméletlen, csodálatos. Az én kertemben nyílnak a virágok. Ez képtelenség elviselni úgy, hogy ne fesd le. Ezt le kell festeni ezt. Úgyhogy nem álltam meg, hogy ne csinálj, gyorsan szedtem egy csokrot, ugyan látszik is, és én azt lefestettem. Ugyanúgy megláttam a pipacsot, a pipacs között a fehér margarétát. Hát ez annyira szép, hogy nagyon kint jártam most is a mezőbe. Akkor szedtem a kamillát, kimentem kamillát szedni, hát eszmélet, amikor megálltam, néztem a természetet. Te jó ég, szinte ott láttam magam is, és le is festette. Azt hiszem, megnézték, ha láttak. Én nagyon szeretem, szinte benne érzem magam, ahogy élnek ezek a növények. Sajnáltam őket leszedni, de ugye akkor csak jó a természet, a növény adta, mert ugye az ember saját magát is gyógyítja vele egyrészt. Én iszom is, fürdök is benne, és minden, de hát ez vele jár a természet. Aztán az ősz, az megint a kedvencem, ugye? A sárga levelek, az a gyönyörű, szép fák, egyik zöldes, sárgás, narancssárga, eszméletlen milyen szép, amikor szinte szint játszanak, annyira szépek. Akkor, hogy a nyár, arról nem is beszélve, igaz, hogy a nyárban nincs annyi szín, mint a térben, mert szinte az csak a zöldről szól. Zöld, a víz, próbáltam ezt is visszaadni, ugye a horgásztóval, a kacsavadászattal, a vízeséssel, hogy a nyár se rossz. A nyár is, ugye, meg hát természetesen a fürdés, meg a nyaralás, de azt nem festettem le, van otthon egy olyan képem, de azt nem akartam elhozni. A képeken visszatérő motívum a ló, a kiállításon is számtalan képen láthattunk lovakat. Elmondása szerint csodálja őket, ugyanakkor fél is tőlük, azonban ez az ambivalens érzés nem érződik az alkotásokon. Minden kép önmagáért beszél, én azt mondom. A lovakat úgy szintén szeretem, a természetben, azok is ugye, hogy mennek a határba, imádom őket, ugyanakkor félek tőlük. Annyira csodálom a lovakat, mert gyönyörűek. Valóban úgy, ahogy Imre is mondta, hogy egy olyan adottsággal rendelkeznek, mint egy nő, hogy kecsesek, hogy nagyon szépek tudnak lenni a lovak. Akkor is persze azok is úgy, hogyha vigyáznak rájuk, gondozzák őket, azok is ugyanolyan szépek. Csak hát közel nem merek menni, ugyanúgy
Félek tőlük, nem tudom, kicsi korom óta félek a lótól, de ugyanakkor meg szeretem őket. A kiállítás megnyitójára a püspökladányi képzőművészeti körtagja is ellátogattak. Rászné Arnold Róza megosztotta velem gondolatait a képekről, illetve a festő személyiségéről. Vilmának, a művésztársamnak így egybe a képeit még nem láttam. Egy éve került hozzánk, szeretettel fogadtuk, mert őstehetségnek tartjuk, és akkor csak azokat a műveket láttam, amelyeket csütörtökönként felhozott megvitatni Szilágy Imre, a festő, ő segít, korrigál, és akkor otthon kiavítjuk. Vilma nagyon sokat fejlődött, és borzasztóan szorgalmas, bátor, szereti a színeket, és legtöbbet csak a saját gondolataiból merít, nem képek vagy fotó alapján. Nagyon segítőkész, közvetlen. Most volt a nyári tábor, együtt dolgoztunk, és nagyon sokat segíthettünk egymásnak, és sokat tanulhattunk. A képek önmagukért beszélnek, mind a festő lelkének egy-egy apró darabkáját hordozzák magukon. Arra a kérdésemre, mit jelent a festészet, Fórián Sándorné eképpen válaszolt. Nekem a festészet hát egy felüdülés, egy kikapcsolódás, egy pihentető. Például, ha bekapcsolok egy lájtos zenét, és úgy festek, egészen másképp. Azt a képet, azt úgy festettem ott fönt, a ég és a föld, hogy zenére. Akkor ilyen pihentetőnek, mert nagyon ki voltam merülve, ugye az egész nap a gyerekikkel, aztán sütésfőzés, meg minden, teljesen ki voltam borulva, bementem a szobába, ahol mondom, bekapcsolok egy kis zenét, és pihentem. Nem álltam meg, hogy ne fessek. Gyorsan elkezdtem festeni, nem mondom, csinálok valamit, de csak úgy lazán. És sokkal jobban festettem, mint amikor görcsölsz, hogy na most ezt akarom festeni. Az nem jön olyan jó le, mint amikor az ember csak úgy elengedi magát, és rájöttem, hogy el kell, hogy engedjem magam, akkor még jobb a kép. Van esetleg itt kedvenc kép? Kedvenc képem? Hát nem is tudom mondani, mert nekem mind kedvencem. Szinte mindet egyesével, mind ezt, azt azért, mert például az ősz az annyira csodálatos. A park, a Ladányi park, az megint önmagáért beszél, az megint olyan csodálatos. Tavasz volt, és mondta Imre, hogy üljünk-e a parkba, és fessünk ott. Hát annyira szép volt az a virág, ahogy virágzott a fa, és ott hanem ezt le kell festeni, nincs mese. Az azért tettük például, a természet a lovakkal, azt megint azért tettük, mert maga a ló az nagyon szép, nagyon tettük. Mindegyik kedvencem, akármelyik. És mondom, majd eladom őket, mert hát ugye nem tudom hova rakni, legszívesebben nem adnám el egyet sem, mindnek tartanám, de nem tudom hol tárolni, de szinte egy kivétel nélkül mind. Mind a szívem, a lelkem, minden benne van, benne vagyok önmagam.